Jön Vietnám! Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán, meglepő és mulatságos videóval érkezett a képőr. Nagyon gyorsan elmondom azt, de erről fogok majd beszélni videó közben is, hogy többek között miért nem volt videó. Hát elszarta magát a gépem, de majd ezt részletesen el fogom mondani. Hát konkrétan annyi volt, hogy jött a füst a gépből, szóval rá kellett jönni, hogy a gép az füsttel működik, mert eltávozott belőle, és utána szépen lekotkodált, aztán nem indult el többet. Ezzel egy időben pedig fogunk tesztelni egy játékot, ami nem más, mint a Division 2. És beszélek arról, hogy milyen videók lesznek, meg minden. Úgyhogy játszunk egy kicsit, kipróbálunk egy játékot, meg még ráadásul ilyen vlog jelleg is lesz, hogy képőr nem tűnt el most kivételesen, hanem egy kicsit ráfüggött Division 1-re, meg még ráadásul elszarta magát a gépe, azt most rendbe hoztuk eléggé gyorsan, Sasa havernak köszönhetően, aki hozott nekem alkatrészt. Igen, nem kell elmennem se. Venni alkatrészt hozott nekem, mert pont olyan helyen. Úgyhogy elég simán sikerült ezt megoldani. Na gyerekek, de vágjunk bele a lecsóba, csinálunk egy új ügynököt, ezt megnézzük Division 2, miben jobb, milyen a Division 1-hez képest. Nézzünk egy ilyen első látásra teszt videót. Elvileg amiben jobb, mit utána olvastam, igazából hogy miért jó ez a játék. Ugye ez 4 évvel később jött ki, mint a Division 1, és igazából a Division 1-nek engedték úgymond a kezét, és nincsenek hozzá új frissítések, nincsenek eventek, meg semmi, viszont Division 2-be folyamatosan jön content, meg még ráadásul mindig vannak eventek, itt látni a newsnál, hogy pörögnek az események ezerre, szóval vannak csuda jó dolgok. De csináljunk egy karaktert, és nézzük meg, elvileg grafikában is jobb, meg smoothabb maga a játékmenet, tehát így zsiszoltak rajta. Ugye Division 1 volt az első nekik, Division 2 az meg ugye egy ilyen továbbfejlesztett Division 1 igazából, de nézzük meg, hogy tényleg jó-e én, igen. Egyébként azt taszított leginkább Division 2-ben, hogy nekem nagyon bejött ez a New York karácsonykor havas setting, viszont ez ugye Washingtonban játszódik és nyáron. És ez annyira nem jött be, aztán mindig attól tartottam, hogy igazából nem fog annyira tetszeni, és értitek. Viszont elég régóta megvan nekem ez a játék, szerintem már legalább másfél-két éve, és ki sem próbáltam még, úgyhogy vágjunk bele, recsóba csapjuk neki gyerekek! Csapjuk egy új ügynököt, azt meglássuk, hogy hogyan vannak itt a dolgok. Nem tudom, írjatok, hogy játszatok-e, valaki játszik ezzel a játékkal, vagy Division 1-el, vagy 2-vel, vagy ahogy, amivel, nem tudom, hogy mivel, vagy amivel, hogyha játszó, akkor írjál már róla. Megmondom már, hogy mi van. Na, karaktergenerálás is elvileg sokkal részletesebb, hát legyünk férfiasak, férfiak, ha már egyszer. Körbe lehet járni a karaktert, most már nem úgy van, hogy csak a tükörbe, most már nézhessük meg, hanem elvileg ruhát is tudunk neki választani, meg mindent. Lehet randomizálni, de folytassuk inkább a dolgokat. Ki lehet választani elvileg egy jó pár fejtípus, na válasszuk ki, azt meglássuk, hogy mi van itt. És ezeket még ráadásul úgy szabhatod, ahogy szeretnéd. Szóval van itt minden is. Öcsém, ez a csávó, ez halljátok? Ez körülbelül ki volt a napon. Ez úgy néz ki, mint egy ilyen KPM munkás kint az utcérén, akit azért megkapott a nap rendesen, nem gyereke? Kicsit lehalkítom a telefont, mert Felike már egybő írt valami csodát. Arról beszélgettünk éppen, hogy ő neki a zsánerje a latinák, nekem meg inkább a ilyen japán csajszkákat mutattam neki. De képzeljétek, basszus, ahol lakom, Nemesrádó lett a, hát hogy mondjam, felnőtt film fővárosa, mondhatni. Azt a csávó, oda nézzetek, hallod, ez se gyenge az arc. Na, tényleg azért válaszunk, hát ez nagyon macsó csávó, hát ez ennyire ne legyünk szép fiúak. Nem mit, hogyha tudnám ki a szép, legyünk egy ilyenek, jó van, aztán legyünk a nullások, aztán akkor valami lesz. Hogy kell kiválasztani, ez van kiválasztva? Akkor meg csodálatos. Na, ugye egyébként ezt lehet csodálatosan finom hangolni, szóval olyan szigorú arcot csinálsz magadnak, hogy kemény leszel, mint a Vidia, de szerintem ezzel nem fogunk annyit foglalkozni, amikor inkább belevászunk. Jó, de egyébként tök jó, mert szinte konkrétan magadat meg tudod csinálni, hogyha van hozzá elég türelmed, ugye kicsit ilyen szímszes jellegű, tudod forgatni a fejét. Nem rossz egyébként, nekem tetszik, meg tök jó. Ugye Division 1-ben körülbelül 5-6 fejtípus közül választottál, nem mint hogyha annyira számítan nem azt fogod nézegetni, de. Várjátok, mit lehet itt még gyorsan végigrohanunk? Jó, skinnek a hogy milyen tónusú legyen, hát legyünk egy kicsit ilyen főhérebbek. Mi van itt? Szemszín legyen? Ó,
legyen feketi szeme a csávónak, utána hajat, figyeljetek, leszünk tarkopaszok, már tudom is milyen karaktert akar csinálni a csávó. Kip, oda nézé, hallod, kemények vagyunk, mint Rambo 3, tetoválást is lehet választani, úgy látom. Ja, hajszín az nem érdekel minket, viszont van itt ne. Legyünk ilyen nagyon szakálasak, úgyis Keeper is újabban izé van, nyomja a szakálas témát. Mi ez? Ó, moré. Sebb helyek, dik, figyeld. Egy ilyet azért oda beverünk neki, nem? Egyet lehet választani, teleraknám az egészet. Nincs valami komolyabb? Igye, homlokára oda. A szekercét belevágta, amikor gyojtost, vágta a gyojtost. Harci főstés? Oda négy gyerek. Azt a mennyit, te. Kéznyomat. Ez meg így ráfröccsent a cross motorozás közben a főd, vagy éppen amikor keverte a betont. Van nagyon komolyak, hallod? De egyébként nem akarom nagyon túlcsicsázni. Hát azért figyelj, azért ez jó, ez olyan kis cukker, nem? Kis pillanatgocskák nincsenek. Jó, oké, okay, nem. Menjünk tovább. Nyakra tetoválás, de jó. Oda nézzé, oda oldalra. A rauzsat, meg izé alulra is. Gyerekek, nagyon komoly dolgok vannak itt. Komoly ez mind a tüdőgyulladás. Oda néz a patkány. Tök jó. Az a nagy madár az lesz. Az magyar, magyarság szimbólumos téma. Turul madár oda került. Na, mi kezünkre valamit. Fölcsettintenünk. Egyelőre lehet forgatni a karaktert így tipródjára rébb. Azért mi az? Spongyabobot fölvartuk magunkra? Az úgy fasza. Ugye ez izékor játszódik. Ja nem spongyabob. Csak az a baj, egyik kéz, másik kéz. Oda nézzé, hallod? Brutálok vagyunk. Hát egy ilyen... Meg gondolom, hogy van a játékban is pluszban, mert azt mondták, hogy nagyon sok content van hozzá, az kinek kinézett mindenféle dolgokat tudsz csapatni magadra. Egy ilyen izé full karosat azért oda fövertünk, hallod? Lábikóra is lehet? Ja, lábikóra is lehet, mert itt rövidgatyával is veredheted, hogyha ahhoz éppen füllik a fogad. Na! Ennyi a láb tetoválás? Az igen. Nem kell lábra tetoválás, gyerekek. Húzzunk bele, ja, és outfitet, hoppá, hát lehet, hogy nem háttal külön állom. Outfitet is lehet magadra aggadni, ilyen kezdőt, ha akarod. Oda néz ízé, betörő sapka. Na, egy ilyen betörő sapkát, így keményben nyomjuk. Okuláre, hát vérmacsók vagyunk. Narancssárga keret. Öcsém ez. Kicsit olyan koszos, nem? Ja, jó néz ki egyébként. Nem csúgya a játék. Hát négy év telt el, ugye a Snowdrop Engine, ugye a saját fejlesztése Massive Interactive, azt hiszem, hogy ők készítették a játékot. Ugye Ubisoft a kiadó. Tök jó, figyelj, ilyet is ümögöt is föl lehet venni, vagy éppen ilyen dekatlanos biciklis ruhát, vagy pedig egy koszos pólóba is veredhessük. Hát gyerekek, izompólóba nyomjuk, ha már fölvertük a tetoválást magukra. Meg valami, azért ne rövid gatyába, hallod? Vonalkódos, szaros melegítő, azért az befityek, hallod? Öcsém, meg van rottyanva valagunk is benne. Na hát ez öreg apának szokott ilyen meg lenni, vagy ilyen idősebb emberke. Jó ez nekünk, van feketi. Van ilyen. Hol legyen ez? Ez tetszik. Mit lehet még? Cipőt is föl lehet venni. Mind ilyen koszpészek, hallod? Gondolom, hogy ez kéneket is ugyanúgy, mint Division 1-be tudod vönni. Hát figyelj valami magas sarkú. De hát milyen koszlatbakancs, ez nem venni permetezni gyerekek. Oké, okay. Meg egy izét is. Ugye föl van ró, az most ide kerül, mert ugye... jó az a sapi nekünk, gyerekek? Hát ebben a gatyában is úgy nézünk ki, mint akik be vagyok szarva. Na jó van, konfirm karakter, aztán mehet a buli, nem? Konfirm. Ha hogy ne, konfirmoljuk. Új, egyébként ez tök jó, Division 1-ben is úgy volt, hogy így kapásból ugye magába a gameplaybe készítetted a karaktert, és kijövünk érted a fészerből. Úre hangos nekem ez a játék. Várj egy kicsit, hol az Isten gyilába vagyunk. Settingsbe egy kicsit lője beszi Keeper ezt a 20%-ra, remélem, hogy azért hallatok valamit ebből. Na! Elvileg irányítást már átállítottam. Washingtonba vagyunk, valakit követni kell. Na, hát futni még nem tudunk, gondolom tutoriál ezerrel menni fog. Itt élezgetik az embereket. Elvileg részletgazdagabb, szebb a grafika, hát majd mindjárt meglássuk, itt ebből még nem annyira látok semmit. Kicsit ilyen, tényleg ilyen,
Részletességre nem lehetett panaszkodni a Divi 1-be se. Ugri-bugri, kis nyulacska. Aha. Itt elvileg... Ja, az időm van. Hoppá, ide dobtak egy friss granátot, dik az. Ja, itt a friss granát, az direktben működik, hallod? Mármint, bazd, rendesen, és az irányításom is meg van kajdulva. Azt akartam mondani. Hú, ez a megybak köpködő, utána vagy egy csúszlik, te. Na, jó, egy... ja, itt a füstgranát már látom, úgy működik, hogy tényleg ilyen volumetrikus füst került le. Szóval ilyen kicsit realisztikusabb. Divi 1-ben ilyen izé van, ilyen fura izé van, füstöcske volt. De egyébként nem biztos, hogy ez mindig jobb. A több kevesebb néha jobb, azt szokták mondani. Tényleg ebben volt magyar nyelv? Nem is tudom, nem is figyeltem, basszus. Aha, mit kell csinálni? Föl kell szedni a nyényét. Meg még pattogtatnak. Még nincs is... Nincs is semmi skillem, képességem. Bazaj, és vizes a ruhám, hallod? Átáztunk. Vizes a kezem idele. Azt... Mi a fasz? Megy ma köpködő. Ja, át vagyunk kázza, tök jól lesz ki. Lőszert meg föl kellett volna venni. Na mindegy. Összeketetem a csávót. Ja, elkezdi minden oké, vagy mit mondod? Vagy you oké? Szerintem nem oké. Na jó, figyeljetek, én az árvezetőket átlépem. Egy ilyen looter shooterbe szerintem a sztori az körülbelül annyira kell, mint egy pornóba. Jó van, de igazából nem létszükség lett. Na, Ubisoft, yes. Meg ugye Massive Interactive, talán ő készítette ezt a csodás játékot? Ugye, ja, Massive. Aha. És most már Washingtonban vagyunk, nem New Yorkban, hanem Washingtonban, és azt hiszem ez egy kicsit több idő telt már el a kataklizma óta, mint New Yorkban. New Yorkban elég frissek voltak az események, de itt szerintem már egy kicsit előrehaladottabb állapotban van az összeomlás, mondjuk úgy. Eltlépem ezeket az átvezetőket, nagyon szuper meg minden, de itt ez micsoda, ez a Jefferson emlékmű, ugye? Biztos, hogy végigmutatná nagyon érdekesen a ez meg az Obelisk, ez is a Jefferson emlékmű környéken van, nem? Azzal szemben van egy ilyen hosszú... Tök jó egyébként úgy bírom ezeket a játékokat, amikor megcsinálják nagyjából, gondolom nem 100%-osan, nagyjából úgy, hogy ahogy... ott a Fehérház, gyerekök. Mi meg itten hídörözünk, megnéztük hány óra van. Csontóra, perc, szőr másodperc. Pesztolyt felhúzzuk, azt a büdös életben soha többet nem fogjuk használni. Legalábbis Division 1-ben nem volt ez jellemző. Na, nyomjunk egy reloadot. Megtörtént. Mi van itt? Aha. Érjük el a fehér házat. Van víz, figyeld. Meg focilabdadik. Hoppá. Ja, ízében nem is volt víz a DV1-ben annyira, mert ott ugye fagyott formában volt, mert tél volt nagyon, igazából. Ja, igen, elszarta magát a képem, gyerekek, képzeljétek el. Körülbelül két napon keresztül jött belőle füst. Szlákom olyan, hogy ilyen füstszag volt, ahogy játszottam. Azt képzeljétek el, hogy harmadik nap meg az történt. Aha, azt mondja, hogy a secondary weaponre váltsak. Hú, de jól néz ki, vannak ilyen izai rendes ikonjai ott a fegyvereknek. Ez egy sörétes, lehet, hogy annyira nem jó, de bazdmeg kicsit próbáltam sörétes Divi 1-be. Hát ez nem rossz, de nem is jó, mi? Jó, megyünk vissza az izére. Elsődlegesre, ami nem is tudom micsoda. Jó, most mondjuk úgy, hogy kövessük a küldetést, vagyis amit szörötne tőlem a játék. Azt látom, hogy a HP-csik az nem úgy van, mint a izébe. A Division 1-ben ugye úgy volt, hogy 3 darab HP-bárod volt, és azok töltöttek vissza. Itt látom, hogy úgy van, hogy HP-bár, és fölötte azok talán ilyen armor akar lenni, nem majd mindjárt kiderül.
Jó részletes, oda részletek a grafika. Dick, figyeld milyen. Tűéles minden. Pedig csak 1080p-ben van, nem is 4K-ba. Meg ilyen baró jó néz ki. Na, mit köcsinyálni gyerekek? Egy kicsit előbbre csullankorok. Egy mag köpködő, egy LVL 1-es fegyó. Igen, és egyébként talán videó... Nem is tudom, Viola Bence írta például a Division videó alá, hogy... Na várjatok! Annyit dumálnak ezek, hogy az a gond vele, hogy tényleg elengedték a kezét. És nincsen új content bele. Mondjuk rengeteg időt el lehet azzal is ölni, rengeteget játszottuk srácokkal vele, Bundival, meg Szaszával, meg Mokkával. Szóval az is böszme jó. És kíváncsi voltam, hogy igazából mennyivel több ez meg, hogyha már egyszer megvolt. Megvolt eredetibe, hát meg eredetibe lehet ez csak, mivel ugye szerveren játszol, az egy kópi játék. Cooperative? Mi a fasz van itt, mit kell csinálni, hova megyünk? Aha, megy az akció. Akció csönöl. Megy a gránát, bazze, oda! Dír! Hoppá! Kilőttük őket a holdra majdnem. Egyébként ez borzalmasan nehéz tartani ezt a fegyót. Eddig. Hogy pattognak a lövelékek? Nem tudom, ti halljátok? Felhallgatóban nagyon sztereó. Meg azt hiszem, hogy több fegyver van, meg azt hiszem, még... Hú, nem remegettem, mi volt a szintet léptünk? Igen. Hát ezt gondolom itt a tutorial rész akar lenni. Néztem róla a videót elvileg a Fehérházba. Fehérházba fogunk lőtelepedni, az lesz a bézünk, bázisunk. Kíváncsian várom, hogy mi lesz. Enter the White House. Amy White House, abba kellene enter, mi? Dick, jó van? Nem, izélünk. Semmi loot nem esett, Dick. Hello Bella, megjöttem! Itt te meg tüzeltek-e? Hogyan menjek be? Szavaztok gyerekek, mi újság van? Pacsi! Hoppá! Kicsit le van robbanva fejére, az be vannak deszkázva az ablakon. Meg lehet találni az ovális szobát, minden. Gondolom ez meg van csinálva. Mi azok? Mik azok a nagy izék? Hangszórók? Buli lesz? Buláj! Operation. Base of operation. Jó. Akkor menni kell. Be kell menni. Aha. Itt is ugyanúgy van basszus, mint a... Mi az? Division 1-ben nem lehet futni, amikor lépsz be. Követem a pontot ki. Aha, oda nézi, ide kell egy győri. Át fogom lépni az átvezetőket, ne is se ragudjatok. Na. Jó. Skill-öket kell tanulni elvileg. Ugye elmondtam. Hát ez egyébként tök ugyanaz, mint a Divi 1-be eddig. Majdnem. Menjünk. Egyébként baró szép minden, csodálatos. Csillog, padló. Meg amit tényleg kiemeltek így a tesztekben, hogy ezt mutatban az irányítás, hogy ugye a fedezékrendszer nem olyan sarkos, mint a másikban. Ó! Aha, választok skillöcskét. Van róla videó, oda nézzé. Mi ez? Ugye ez a scan, amivel meg tudod lokkolni, hogy hol vannak ellenfelek, tök jó. Ez mi? Ez a turret, ezt ismerem. Ezt ugye le tudod dobni, és akkor darál. Itt elvileg más skill-ek vannak, mint más.
Mint a Divi 1-be, úgyhogy végignézzük gyorsan. Az a gyógyítás, hogy ezt le tudod dobni magadnak, és ez volt Divi 1-be, eddig minden egyi volt. Ez mi? Ez mit csinál? Megjavítja az ár... Ha, ez is megjavítja az ármort. Ja, ez gyakorlatilag az ármort javítja. A felső csikot. Hogyha oda ledobod, ez valami patronnal működik. Meg ugye ezeknek mindig van több szintje, úgy működnek, hogy ugye egyre, mit tudom én, és minden egyre van ki a videó, de jó. Azt a bőtját, figyelj, de purha volt, hallod? Ja, ebbe különböző patronokat tudsz rakni gyógyítót. Tudsz rakni olyat, ami gázt pervetesz ki, és utána azt be tudod robbantani, és ott marad a környéken, itt szétterül. Ez volt a purhabos. Az kemény, hallod? Oda kötnek az ellenfelek. Ez mi? Lila füst. Mire jó? Ez konkrétan mérgez. Dimidzsöl. Na, akkor még. És akkor így minden egyének más funkciói vannak. Ugye ez micsoda? Ez van egy drón. Kijelölgeted őket, eldobod, valami repülőszerű. Így ez leflesseli őket, aha, ez flesseli őket, ez egy ilyen drónszerű. Van olyan, amelyik... robban? Fölrakja bombákat rájuk. Szerintem. Aha, bombákat rak rájuk. Meg valami ez is valami hasonlót csinált. Na, mi ez? Ez a Seeker Mine, ez tudom, ez a bomba. Oda gurul aztán így. Van drón? Van drón, na. Fölrepül. Fölrepül és lelövi az ellenfelet. Ez mit csinál? Fölrepül. És egy pajzsot rak köré. Csinál egy ilyen erőteret köré. Felrepül és ez valami rakéta? Aha, lebombázza a területet. Ez meg gondolom javít. Vagy ez egy gyógyít, vagy valami ilyesmi lesz. Aha, rámegy egy cél. Ez tök jó. Szuper. Jön meg a shield. A shieldet is megnézem, mert ugye ezek tök jók, hogy vannak. Sima shield. Egy dupla shield. Szerintem ez dupla. És visszaveri a golyót, olyan shield, lol. Na jó, mindenképp a pulse-t választom, mivel ugye a pulse, hogy kell? Hosszan F. A pulse az jó. Why they will invite a Division 1-be? De izé, ja, mert a basszus úgy látja, hogy Division-be vagyok. Úgy látja, hogy Division-be vagyok, mert ugye a akármilyen Division 1-be vagy 2-be vagy, nagyon fura, mert látjátok egymást friend listán, és nem tudja, hogy nem abba vagyok én szerintem. Na jó, oké, akkor megvan ez, ugye? Menjünk innen, hogy kökélek, hogy kökéverdé, de bore? Jó. És akkor ne kell menni valahova. Küldetés kapszó kapásba. There's been an attack on the division, and they requested immediate support. Meet me on the White House South Lawn. There's a helicopter prepped for us. Aha. We need to leave now. Aha, jó, oké. Hogy kökévenni ebből a bazzal? Menjünk valaki ebből. Dick! Gyerekek! Ja, meg kellett jelölnöm, oké. Oké. Most megjelöltük? End tutorial. Mi jó? Akkor ide... Jaj, de jó, itt van a izék. Itt van a mapunk. És most már 3D, ugye az izébe annyi, hogy sima volt. De hát annyi baj legyen.
Ide kell venni. Meg van egy Stronghold, 26-os. Level 3-as zóna, aha, így vannak a zónák. Jó. Menjünk oda. Menjünk csak, csináljuk a küldetést. Köztörlik el a dolgokat. Várjál, annyit meg akartam nézni, igen. Bundy Flandisten van. Csak ugye a másik játékban is tök durva, hogy itt is látod. Oké. Oké, írja a kópot. Közben tutoriálkodik itt nekünk ezerrel. Ja, meg letöztöljük. Csináljuk egy küldetés minimum. They're a bunch of vicious assholes who prey on the weak and vulnerable and kill for kicks. A durva. And they destroy whatever they megmozdul a barakjára, amikor nekiugrok. Mert ugye, ezek nem fixek, nyilván. But they can't do much if they're struggling to survive. So see what you can do to take some pressure off them. But don't forget that we have to get the Shade Network back to full strength. Nagyon Daisy. Nekem nagyon Daisy ez a nyári környezet, meg nagyon Scum. Igen, itt már benőtte a gaz rendőrautókat, meg mindent, látjátok? Aha, azt mutatja, hogy hogy lehetne miket ugye észrevenni a minimapon. Sajnos tutoriálkodik, de lehet, hogy ki lehet kapcsolni, de hagyom. Ez tök jó, hogy megmozdulol. Meg elvileg most már úgy van, hogy... Aha. Hogy nem csak ilyen... Úgy tudsz fedezékelni, hogy ilyen lapos felületekhez, hanem ívelt felületekhez, meg egy csomó minden új helyre. Appa, várja. Hú, hát ez pontatlanság csúcsa ez a fegyver. Fuck yeah, ott volt egy zöld lúd, gyerek. Na, itt szálljunk. És ráadás, hogy fel jó. Inventory. Fel jó. Itt már izé van képe a dolgoknak. Várjál, azt inkább a sörétes helyére kellene beraknom. Melyiket kaptam? Ezt kaptam, zöld fegyó. És ez is puska, meg ez a Assault Rifle, ez puska. De jó. Itt van a izé, damage drop, hogy meddig hatékony, miután nem. Ja. Nem lehet megnézve a mod. Aha. Nincs semmilyen módosító. Jó. Inspect. Yeah. Ez van a DV1-be is. Oké. Okay. Viszont nagyon érdekes, hogy mutatja, hogy milyen távolságra hat, ugye? És honnan nem hat. Jó, bocsánat, hogy itt tök a részek, csak érdekülnek itt a dolgok. Na, akkor ez egy rifle, ugye? Hogy melyik volt a rifle? Ez a rifle. Ez egy puska. Ezt könöljünk néha. Szarvasdik az! Ott már ott látom, maszkerálnak az emberek. Ja igen, azt hiszem, hogy nem volt a kívelt felületek izébe. Divi-1-ben nem olyan túl sok változást látok, de graf egy kicsit talán enyhén jobb. Meg hát lehet, hogy összetettebb a játék veled. Patrolling! Igen, jó ez a fegyó. Jó, van egy damage-e van. Ez kemény, hogy elönti a víz a utcákat. Meg le van a fizikája van.
Ottan valahol rossz. Nem is engem lőtt. Jön meg itt, azt hiszem, hogy javítsatok ki, hogy rosszul tudom, de itt el lehet foglalni a bizonyos szektorokat, és oda ugye lehet, akkor lesznek emberei, akik járőröznek, meg mindent csinálnak, szóval ki tudod írtani. A Division 1-ben nagyon idegesítő volt az, hogy akármerre vettél, videóval ellenségek voltak, nem tudtad azt megtenni. Konkrétan kiirtottad őket 100%-ig. Ezt az előbb írt róluk, hogy patrolling. Aha, guarding. Mit csinál? Jaj, de fenyő az jó. Kinyírtak valami embert? Embereket, gyereket. Ez durva egyébként, a játékban rengeteg gyerek van, legalábbis az egybe. Ez mi az a zöld füst? Jó, az elég érdekes. Nem nagyon szoktak játékokba gyerekeket rakni, ahol ilyen bérengzés van. Jó, azt akartam mondani, képzeljétek, hogy a felnőtt filmes főváros lettük azért, mert egy csomó mindenhol lehozták, azt hiszem még tévében is volt, meg a Balázsék beszéltek a reggeli műsorukban, sőt, még VR Janiék is, meg egy csomó mindenhol, YouTube-ban beszéltek róla, hogy ott, ahol lakok, Nemesvárdon nézik a legtöbb felnőtt filmet az emberek. És ez egy 300 lelkes falu, nyilván le van vetítve egy emberre, vagy nem tudom, x számú emberre, de akkor is itt, ahol én lakom, ott nézik a legtöbb pornót. Azért az eres, nem srácok? Itt vannak még rossz arcok, te. Hogy bújik, bazzed? De figyeld! Rendesen leült. Rendesen leült, az nagyon komoly. Ja, animációk terén szerint egyen jobb, egyen több izé van. Nekem a hangulat egy picit izé, nem annyira adja így elsőre. Fura, hogy a nyári környezet, de hát aztán azért annyira nem vészes, csak az a téli, téli környezet az tök durván tudod kinézni. Na jó, menjünk, menjünk, menjünk. Ezekre lövöldöztek? Fú, te! Azért ez beteg ez a játék. Figyelj, ott egy ilyen... ilyen palack. Kíváncsi vagyok, hogy... lóra. Kurva jó. Jó, itt a gyekó, azt hagyom. Ugye meg lehet nézni, hogy mi történt itt. Föl vannak téglázva verdák. Kire kellett jönni. Ez elvileg valami baráti, én úgy látom. Aha. Jó napot kívánok, szávasz, rövid gatyába feszít mindenki, de fokatlan. Division 1-be izé volt. Fázós téba volt. Na fussuk be. Gyorsan gitározik a csajci. Ja, meg a set, hát lehet, hogy jobb a graf. Egyel. De meg a settings is más, ugye? Azért ez a nyári ez. Aha, felszabadítottunk még egy, akkor ezek olyanok, mint a... minek nevezték? Menedékhely, talán Division 1-be? Ilyen shelterek. Oké, valakit meg kell findolni. Meg kell valakit findolni? Igen, itt nézték be a 300 lelkes kicsi falumba. A legtöbb pornót Magyarországon. Beszarok, hogy ilyen van. Ja, meg akkor el akartam mesélni, hogy mi volt a izével is. Na, ezt is átlépem. Nem akarok árvezetőket nézni. New mission. Ja, meg elvileg, kicsit jobban föl vannak fűzve talán a missionök, azt írták, meg tényleg néztem egy-két tesztet róla, hogy rávegyem magam, hogy kipróbáljam. Mertünk is. Mert elvileg még van egy olyan opciónk is. Progression.
Hogy ki tudod választani, hogy, hogy mi, mit ajánl a játék, hogy melyik, mi, melyik mission toljad, vagy valami ilyesmi? Na, merre kell mennünk? És egyelőre még nem, van nekem, ja. Nem, nem csúnya a játék, tök szép ez a fal. Vannak NPC-k, akiktől ugye lehetne vásárolnunk, de most egyelőre még nem foglalkozok ezzel, úgyis inkább egyes szinte még annyira nem is éri meg. Na futás, menjünk gyorsan, ezt a küldetést legalább csináljuk meg, hogy lássuk, hogy milyen a gameplay is a játékban, milyen a harc. Van szemét az utcán, bőven itt is látom. Más a milliója, meg igazából más a város is, ugye Washington DC az, az egy teljesen más jellegű város. Mi ez? Milyen a küldetés? Jó, nem érdekel minket, vagyis érdekel minket, de tudjuk. Ezek a tutoriálok főleg szerintem azoknak jók, akik Division 1-el nem sokat játszottak. Aha. Mi ez? Hával Luke. Ja. Jó, vékonyak ezek a gyerekek, nem esznek rendesen, bazza az ellenfelek. Hát ez egy lazás. Kaptunk valami cuccot. Kiöblött a főség, gyerekök. Mit történt itt? Lehet, hogy beltérve át nyergelünk gépfegyverre, csak az a baj, tök úgy néz ki vide kettő, aztán jó lenne már valami más is. Hoppa! Szétlőttem valami mérget. És konkrétan mérgeződött a csávót. Ezt láttátok? Láttátok? Dobok egy gránátot, leginkább tesztelési dolog van most. Az ott mi volt? Láttátok, mint hogy fröccsed volna szét valami, a gránát robbanás után ott szét fröccsen valami. Jó, valami. Fegyvertok, lőszer. Az a part faszált. Armor. Tutorial, igen, az armor a felső. Merek menni? Ja, hát a beltér a izébe sem volt rossz. Divi 1-be, Division 1-be. Várjátok, minden... Aha. Arra voltam ki, hogy vagyok kíváncsi. Itt lőttem szét valamit. És ez mérgez? A jövőt az mérgezte szerintem. Ja, itt van, itt terjeng az a zöld füst. Jó, jó, bocs, tesztelés van, tesztelés. Az igen. Abban nincs, vagy mi? Jó, megyek. Játékmechanika az nagyon ugyanaz. Valamit izé kutymutyoltak ezek a gyerekek. Erdik. Az ott egy telepített gépfegyver gyerekek, akkor jól lehet róla fölcsullankodni. Vannak elvileg már ilyen telepített minigánok, meg minden MG40 akármi csodák.
csodálatos fegyverek, hogy jobban leérezd magad, meg igazából lehet is használni őket, viszont. Erre vártam, ez az oda meddé hülye gyerek. Ja, sajnos még elég lassú a játékmenet így az elején, mert nem valami jó fegyóid vannak. Hódik. Jó. Kicsit kom... menjünk ma. Várja! Itt is... Aha. Itt is vével tudod becsomagolni magad, csak itt a páncélodat tölti föl. Na várjál már. Az jó volt, ügyes gyerek volt, gyerek, apám. Ez kemény volt. Na, merre, 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 merre? Igen, egyébként, na, visszatérve arra, hogy hogy történt ez a tönkrement a gépem dolog, ugye elkezdtem füstszagot érezni. Na mondom, ez nagyon nem jó. Szétszedtem. Kipucoltam. Összes ventilátor. Mi volt ez a víz? Ja, meg kifröccs. Ezekben van víz ezekben a kannákban. Aztán konkrétan, hogy fölrugod meg minden, akkor ki is folyik belőle. Ja, kipucoltam, összeraktam újra. Hát nem lett jobb. Mondom, mit csináljak? Használom addig, amíg megy. Nem tudok vele mit csinálni. Egyszerűen mondom, nem. Hiába, hát hiába pucoltam ki, nem tudtam honnan jön a fűszak. A videókártya felől érkezett. Két nap múlva játszunk bundiékkal, divisionezgetünk. Megcsinálunk egy küldetést, dír. Leáll a gép, nem indul újra. Szerencsére volt egy... Utána néztem neten, és képzeljétek, tudjátok a tápegységeteket tesztelni úgy, hogyha a zöld, ami az alapra megy 8 pines, abból a zöldet és a mellette lévő feketét összekötitek, el kell indulni a tápnak. Gép nélkül is. Tehát akármilyen tápnak. Szóval én ezt megpróbáltam, nem indult el, úgyhogy így kiszűrtem, hogy a táp az biztos rossz. Tök szerencsém volt, mert Szabi pont másnap menzegre. És hozott is nekem egy... Az egy késsel... Azt kárt az a csávó, bazzot. Ez... De jó, gyorsabban megy el. Gyorsabban átmegy innen. Ezt olyan lassan csinálta Dive egybe, hogy szopázsolt. És hozott egy tápot nekem. Hát nem örültem neki, mert az is 20k. Ugye egy közepesen jó... 6-5-feles táp is. De amikor szétszedtem, egyébként kiderült, hogy a régi tápom, képzeljétek el, egy 750-es volt, viszont 14 éves volt. 14 éves táp. 14 éve ment gépbe és gépekbe. Szóval konkrétan csoda, hogy működött még. Itt sokkal kevésbé vesz részre az ellenfeleket. Töltsünk egy HP-t. Vagy egy... nem HP-t, hanem... Armort. Brutál viszi felfele a célkeresztet. Nagyon rúg vissza az a fegyver. Dír. Ja. Meghozta Sasza a tápot, összeraktam a gépet, és elindult, de ugye, amit mondtam, hogy a videokártyából jött a füst, hát képzeljétek el, azért jött a videokártyából a füst, mint később rájöttem, mivel ugye a videokártya az a táp fölött van, és ugye emiatt a tápegységből a füst, ami az égett szag, ami jött belőle, az ugye fölkapta a videokártyának a ventilátora, és azon keresztül jött át. És amiatt volt, úgyhogy nem, nagyon mázlim volt, hogy nem nyírt ki semmi másra.
Az anyád úr is tőle. Hogy nem nyír ki semmi mást. Az tönkremenő tápegységem. Aha, és itt magától nem töltődik vissza az armor. De ezek borzalmasak, ezek a lófegyverek, alacsony fegyók. Ezek baromi szarok. Ezek viszont tök jó, hogy mindent is lehet. Minden... Meg jó részletes a karakter is. Brutális. Már ilyen? Azt hiszem valamit olvastam, van olyan. Fotómód, igen. Van ilyen fotómód, azt hiszem. Hogy ki le tudod fotózni különböző helyzetekbe. Sőt, még... Tudsz módosításokat is, filterelni is tudsz, mosni is tudod a hátteret, vagy fókuszt állítani. Az manuál fókusz, vagy automata fókusz, izét is tudsz, minek nevedik, ezt Szabi tudna, fotósok tudják, rekesz értéket is tudsz állítani, különböző filtereket, lol. No filter. Vinti, tök jó. Border noise. Meg azt hiszem, hogy lehet még azt is. Move control. Nem. Emote-ot csinálni. Emote-okat. Jó, lépek ki ebből, bocsánat, csak ezt eszembe jutott, mondom, kipróbálom. A nagy értelme van, körülbelül egyszer oszlálod majd a játékba, hogyha le akarod fotózni a karakteret. Már én Division-ben csináltam pár screenshotot, és az asztalom is. Division 1-ből való. Az asztali háttérképe. Na, mi van? Jöjjön, more! Jó, merre kell mennünk? Lőszeres lánra. Részletesebb a környezet, hát de 4 évvel fiatalabb ez a játék, mint az egy. Nem csoda. Nyilván részletesebbek is kell lennie. Próbáljunk hatékonyak lenni. Jó. Lehet, egy kicsit túllevettem a játékhangokat. Csak ez a nagy félelmem, hogy fölöslegesen veszem fel a videót, aztán törölhetem le. Ja, úgyhogy most lesznek megint tartalmak. Csati, bocsánat a... Hogy nem volt. Többek között multiztunk egy kicsit bundiékkal, szaszáékkal. Haverokkal. Az is elvitte az időt, meg ráadásul beütött. Ez mi volt? Aha, jó beálltam ide. Ja, itt az elején elég vérszegény a dolog. Sajnos. A játékmenet. De hát izébe is így volt. Egybe is, ugye egyre jobban durvult, de... Oda nézd azt a illét, basszus. Milyen kurva részletes, és még a por is a tetején. Meg itt is minden, bazze, potyog a por, és minden, bazze, tiszta por. Jó. Marha jó. Ez a full interaktivitás, ez nagyon tetszett a Division 1-be is. Lila ellenfél, jönnek a lilák. Eldobáld a gránátot! Ezek az szobaberendezések... Úristen!
És tényleg koszos, basszus, porosak. Aha, és kifröccsele ide a víz. Vagy éppen a folyadék, nyilván nem víz volt a boros. Na meg itt egy ilyen tipik, hogy itt most már kör alakú. Ilyen, sok a kör alakú object, amiben meg el tudsz bújni. Hát ezt valamit eltaláltam rajt. Azt hiszem, hogy a gránátot meglövöd rajtuk, akkor robbadnak. Itt van egy izé. Gyűjthető a dolog. Na erre mit kell csinálni? Ezt a küldit letoljuk meg, jó srácok? Aztán vonunk egy konklúziót, hogy ez mennyire volt nekünk tetszetős, meg mennyire nem. Mit kell csinálni? Mit kell csinálni, gyerekek? Én vagyok a béna, vagy nem látok? Aha. Hello, hello, mi az újság van, csajá? Ez egy izé, egy NPC. Segítő. Na mi? Itt mit csinálunk? Nem megyünk? Gyere, menjünk. Csapjuk neki. Hát jó lenne, hogyha csinálnánk, igen. Kezdi, let's do this. Szkönöljünk egyet. Én ide megyek, hallod? Lilát szedem. Eztek, köcsögök. Miért nem használom gránátot, amikor van? Dobja de. Szerintem valaki szurkál, itt a késse vagdolódik. Maradjál ma, more. Ja, bazze. Az azt hittem, hogy haver. Bazze, nők támadnak. Lóg a csöcse, öcsém. Csöcse. Ide válok meg, itt fogok lőni. Új, more. Jó segged van, more! Na jó. Gyere! Jó, ott meg idő van, nagy akció, én meg az egy darabot próbálom lelőni. Valaki dobott egy csodagránátot. Most meg előgyűjt, Tévi. Maradjál már. Borzalmas hangja van ennek a fegyvernek. Ne dobáld a buzit! Nagyon vérszegény hangja van a fegyónak. Orba váglak! Az meg néger! Baza! Azt hittem, hogy mi van azt a végse. Bazze! Majd meghaltam! Gyógyítsuk magunkat valamivel. Mivel kövével? Meg deszkát ide dobta fejemre. Ja, hogy ez egy ilyen... Nagy köcsög állat. Sorga. Mindjárt adunk neki. Milyen hangja volt? Olyan volt, mint hogy itt beszélt volna valaki, rendesen megjelte. Van valaki Discordon? Mi van -e? Valaki lő hátulú, hagyarok. Most tényleg itt beszélek, mi? Oké, dobod valami csuda dolgot. Sörös ládát meg szétlőttem. Nagyon jó voltam. Szkönöljünk egyet, mert gondolom nem lássuk őket, ugye? Meg is van, kaptunk egy nagyon jó fegyót. Ezt meg is lássuk, hogy micsoda volt. Hú, minden gírből kaptunk egyébként. Kettes szintű maszk. Hátitáskát azt mondjuk pont nem. Body armor, igen. Hú, itt van mennyi, mi? Ide? Mépen Dimitri-t ad.
Level 2-es. Igazából akkor ez jó, nem? Kesztyűt is kaptunk. Gyorsan átöltözik a Keeper, ugye? Ha már shooter, akkor legyen looter is. Pesztolytartó. Ezt már, kiválasztottam? Nem választottam ki. De kiválasztottam. De várjál, armor. 417, 417. Igen, ezek ugyanazok. Nagyjából. Ez volt a jó. Az volt a jobb. Meg kaptuk valami zöld fegyót. Van egy AK-nk. Mennyi fegyünk van már, igaz. 2-3-17. És a kettes fegyóra meg rakjuk egy másikat. Mi volt? Ez egy rifle volt. Ez is egy rifle volt, azt helyett kellene. Nem, az egyes helyet kell. Mert ennek 5-29, 3-17. Ez helyett a rifle helyett kellene egy gépfegyver, amelyik a legtökösebb. Az nem más, mint ez az AK. Oké. Okay. Azt már jó is vagyunk, mindjárt betározok, várjál cicám. Aha, ez egy, ez az eléggé. Na mi van, nyisd az ajtót! Itt van benne az izé. Puja. Pattadj, Palkó! Az a csullankodik én meg. Kell föl! Indulj meg! Mi itt terjedted az izét? Borsókonzervet. Bale, kilüttem a borsókonzerv oldalát. Na, mehetünk vissza a valahova. Átriumba. Micsoda szép szó, átrium. Ez mi? Azt a kurva. Hallod, rendesen meg is vakutam bazza, hogy milyen sötét lett, éjjel lett. Na jó, a gyerekek, kuzzunk bele, mert tökölés megy el erre. Hívjuk a liftet. Itt ez gyorsan ide jött, na. Kapcsoló valami? Ki vagyunk szőrösödve, mint a kutyaszar a pincébe, gyerekek. Ezt nem is tudom, ki szoktam adni egyik munkatársak. Jó, hogy szőrösödve, mint a kutyaszar a pincébe. Mert azért tudjátok, milyen lesz ilyen. Oda nézve. Hát, hogyha van egy ilyen, akkor biztos kell használni. Honnadik. Megindult a barógép. De ki kell ölni az ajtót, figyeld. Honnan lősz? De mi az? Belegedik, aha. Figyelni kell, mert bemelegszik a cső, aztán... Beragad a golyó. Ott lesznek a jó zsírlutak, látod? Mission complete. Odessa? Kelso has some news for you. We got Eleanor. Szintlépés. Meg tudod mi a smoothabb? A leugrás. Olyan nyögvenyelősen ugrott a izébe, az egybe. Az mindig egy ilyen szopás volt az egész. Ugye mutatom, hogy... itt nem kell nyomkodni, hogy le akarsz ugrani, hanem le is ugrik. Mit kaptunk? Zöld maszkot. Jó, a gyerekek. Azt mondom, hogy egy tösznek ez lehet, hogy jó volt, de megyünk vissza egyébként játszani a Seven Days to Die-ja, és még lehet, hogy Farming Simulatorral, meg nem sokára jön ám a Farming új része, úgyhogy azt is veretnénk. Oly, éjszaka van! Na, ezt erre kíváncsi is volt a Keeper egy kicsit. Te mindjárt rossz fiúk tesznek rossz fát a tűzre. Úgyhogy te mindjárt rendet tesz a Keeper, de kár, hogy nincs olyan drónom. Annak páncélgya volt-e? Hát ez elég durva. Meg ez ilyen tipikus arkán hangja van, tök jó. Jó. Menünk visszafele. Hát mi az a nagy füst? De mondjam, itt is karácsony volt. Ja, mert a krakk az itt is karácsonyba ütött be.
Akkor körülbelül fél év telhetett el. Mert ugye, hát gondolom a vírusfertőzés az egész világon ugye karácsonykor történt. Csak ez akkor egy fél évvel később van legalább, vagy egy évvel, de másfél évben, de szerintem inkább csak fél év. Mert igazából olyan nagyon nem nőttek, de ilyen be van gazosodva itt-ott minden, egy nagyvárosba. Nagyon nem csúnya ez a dolog. Egész jól néz ki. Ott vannak megint a rossz arcúak, meg arra is rossz arcúak. Csak mi arra megyünk, úgyhogy hagyjuk őket. Arra érvényesüli. Furcsa, hogy hogy nyár van. Ezt így nézünk ilyen. Nem kell a nagy kabát. Nagyon nekem idegen egyébként ez a környezete miatt, a setting miatt, hogy ugye nyár. Amúgy egy csini, csini. Azt mondom, hogy nem csúnya. Hát ugyanaz az engine, gondolom kicsit fejlesztettek rajt, egy picit részleggazdagabb, meg gondolom nagyobb is a gépigénye. De amúgy szép. Hello? Hello? Szóval ott festi a falad, vagy mit csinált? Mindenki rövid gatya póló, meg ilyenben nyomja. Lájtosba veretik. Ez úgy megy föl itt, mindenki be van szarva. Hello, szia! Meg Bóbiska. Ó, itt egy kereskedő. Ó. Nekem. És ez mi ez már? Set effectet? Vagy setet ad ilyenkor? Vagy mi ez? Aha, legelején is már kapsz setet. Itt van, hogy ugye, hogyha megvan a full szőt, akkor miket ad elvileg? Vagy hogyha egy része van, vagy két része van, meg három, meg négy. Tök jó. Ugye lehet gyűjtögetni lootot, ilyen szeteket, amelyik, hogyha minél több alkatrészt viselsz belőle egy armorból, akkor különböző szeteffekteket fogsz kapni bónuszként. Ugye ez van a Division 1-be is, Endgame-be, ott is ilyen zöldek ezek a szetek. Csak az a baj, ugye viszont mi szintlépés közben ezt lehet, hogy kilövöd. Aha, itt vannak az új missionok, hogy megcsináltunk. Jó. Jó, end tutorial, akarok nézelődni. Ott a karakterünk, vicces. És itt vannak a missionek. Mi ezek mind main missionek, aha. Nekem hogy nincsenek ilyen izék, ilyen. Ez mi? Át lehet menni New Yorkba? Valami DLC, hogy át lehet menni New Yorkba? Nem a... És nem a Division 1-es New Yorkban, hanem ugyanúgy át tudsz menni. Szerintem egy csomó embernek hiányzott New York, akkor nem csak én vagyok úgy. Ha át tudsz menni New Yorkba. Ez nagyon komoly. Hogy van és mennyi a DLC, a New Yorkos DLC? Ez baró jó. Róla. Meg itt is egy DLC? Nem, ez nem az. Ez valami. Jó, figyeljetek, elbúcsúzom, ismerkedek majd egy picit a játékkal, viszont jövök vissza a videókkal, köszi szépen, hogyha kitartottatok. Bocs érte, tényleg játszottunk kisrácokkal, meg ki is fingattam a gépem, aztán voltak itten különböző problémák, de most már így rendeződnek a dolgok. Ez mi? Ott egy control point. És elvileg itt tudsz olyat csinálni, hogyha azt hiszem ezt a strongholdot, meg a kontrollpontot, meg mindent így kiírtasz, vagy pedig csak a kontrollpontot, akkor így föl tudod szabadítani ezt a bázist, meg ugye lehet azt is, hogy fejlesztetted ezeket a... Itt már úgy van, hogy azt hiszem, hogy lehet ezeket is fejleszteni, úgyhogy tudsz nekik adományokat adni, meg mi ilyesmi, és akkor az így lehet, hogy jó hatással van a környezetre, ahol éppen... Ja, itt vannak a zónák. Aha, 27-es, tök jó. Mi az? Ez mi ez?
Roosevelt Island. De jó. Azt nézem, hogy mi itt van. Igen, itt van a... Itt az obeliszk. Itt van a Jefferson emlékmű elvileg. Ugye itt van ez szem, hogy hosszan így. Itt van az obeliszk, és itt van mellette a fehér ház és környéke. Csak azt mondtam, vicces egyébként, hogy így meg tudom nézni. Akkor itt a kopotólium. És ott egy 30-es stronghold előtte gondolom, hogy úgy tudsz bejutni. Jó, oké. Köszönöm szépen a figyelmet. Érkezni fogok videókkal. Sziasztok!